Sziasztok! Ma arról lesz szó, hogy... A lustaság az elfoglaltságnak a legrosszabb formája. Tim Ferriss. Sziasztok! Én Szántó Péter vagyok, és egy borzasztó lusta ember, ezt el kell mondanom nektek, ami nagyon vicces, hiszen hatékonyságnövelésről beszélek a vlogomban, illetve megjelenik idén egy könyvem a HVG kiadásában, amiben pont én már a hatékonyságnövelés lifehack-ek vannak, de most ehhez képest azt mondom magamról, hogy én egy lusta ember vagyok. De talán pont ezért kellett azokat a praktikákat megtanulnom, amik ahhoz szükségesek, hogy ahelyett, hogy egész nap mondjuk feküdnék az ágyba, Xboxoznék, jó barátokat néznék, ahelyett el tudjam érni azokat a vágyaimat, céljaimat, amik vannak. És ha el is cseszném a napomat, és nem lenne kedvem semmi, ez akkor is ott van az a belső érzés, hogy sokkal rosszabbul fogom magam érezni akkor, hogyha nem teszek a dolgaimért, és csak tényleg fekszem a kanapén, és jó barátokat nézek, mint hogyha azt mondanám, hogy igen, teszek a céljaimért. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy a könyvemben azt a 30 néhány fejezetet minden nap egy fejezetet bemutatok egy napi vlog keretében, és ez pontosan arról szól. A mai nap témája, hogy szokj le a halogatásról, avagy csináld okosan. Ahogy mondtam, engem Szántó Péternek hívnak, ezek a napi vlogok, a like-gomb alatt a leírásban ott van a könyvemnek az előrendelhetőségi linkje, illetve ehhez csináltam kurzusokat és produktivitásról, illetve én márkáról, az is mind ott van a leírásban, meg tudod nézni. Jöjjön az intro, kezdjük el a napi vlogot. Bénító, semmit tevés. 2020 évelején rákattantam a The Crown-ra, a Netflix-es sorozat, ami második Erzsébet királynőnek az életét dolgozza fel, és ő ott azt mondta, hogy a legbénítóbb, legrosszabb érzés a semmit tevés. Ugyanis a korona nem arról szól, hogy neki bármit tennie kéne, vagy közbeavatkoznia, hanem semmit sem szabad csinálnia, nem szabad állást foglalnia. De ez a semmit tevés, ez megbénít, és ez egy nagyon rossz tudatállapot, egy rossz érzés, amikor az ember ebbe van. Az Instának a görgetése, a Netflixezés, ezek mind megbénítanak, és ehhez kell kialakítani a trükköt, ami nem más, mint az, hogy meglegyenek azok a hatékonyságnövelési rutinok és eszköztár egy embernek az életében ahhoz, hogy el tudja érni a céljait. Erről beszélünk a mai vlogban, és amúgy mellette teszteljük, hogy milyen a Sony ZV-1 és milyen a Canon R-nek a minősége 4K-ba. Ez csak egy ilyen játék ebben az egészben itt az elején. Úgyhogy ehhez elmondok még egy sztorit, ami a balta élezésről szól. Abraham Lincolnnak van az a mondása, hogy ha 4 órát kap arra, hogy kivágjon egy fát, akkor az első 2 óráját azzal fogja tölteni, hogy élezi a baltáját. A halogatás nem egyenlő a felkészüléssel. Fontos tudatosítanod magadban, hogy amikor éppen nem egy konkrét feladatot végzed el a célnak az elérése érdekében, az nem azt jelenti, hogy akkor nem haladsz afelé. Lehet, hogy egy semmittevés vagy egy regenerálódás pont abban segít, hogy akkor, amikor oda jutsz, akkor még jobban tud elvégezni az adott feladatodat. Ennyi volt most a 2 kamerás setup, elindulok, egy meg nem nevezett lokáción voltam, most egy barátommal találkoztam, és fogunk beszélni nem másról, mint a kreatív halogatás, ami ebben az egész témában az egyik legnagyobb segítsége tud lenni az embernek. Na, induljunk el! Beszerezni a dolgokat a stúdióba meg a lakásba. Szóval az ilyen megbénító kis lépések. Második Erzsébetről készült egy Netflix-es sorozat, a Crown, és abban mondta, hogy a legfelemésztőbb bénító érzés az, hogy semmit sem tehet, hiszen a koronának nem ez a feladata. Ezért mi is, amikor Netflixezünk, vagy valami ilyesmit csinálunk, akkor jön ez a halogatós érzés, ami borzasztó rossz, és ezzel kéne valamit kezdeni. Mikrolépések kellenek és rutinok. Kommentáld be, hogy szerinted mik lesznek ezekből, mi minek kell. Gyönyörű grey glow, ilyen világos szürke, vagy
Night Expedition. Ettől nagyon jó, nem vízhangos hangom lesz. Elkészültek a falapok is. No, hát így áll össze, és amit mutattam előbb, azok a csövek, a cső lesz, a tartó. Szóval ebben segít a kreatív halogatása, például nagyon hunnyadni akarsz, nézhetsz közben például inspiráló TED-talkokat, vagy olvashatsz blogokat, vagy megnézel egy jó Netflixes dokumentumszériát, mindig valamivel összeköthetek. És hadd mondjak itt egy személyes sztorit nekem, a tavalyi 2019-es évem egy nagyon durván mély repülés volt. Volt egy szakításom sok éves komoly kapcsolat után, és nem tagadom, nagyon-nagyon megfeküdtem, és legszívesebben egész nap a kanapén, sötétben, magzatpózban kucorogtam volna, de mégis ott volt bennem a vágy, hogy azért azok a célok, amik az életemben vannak, és kitűztem, hogy valahogy elérjem, és fel kellett valahogy oldanom ezt a helyzetet. Ezt a tendenciát egyszerűen meg kellett törnöm, és valamilyen új megközelítést, új módszertant alkalmazni. A megoldást az elengedés hozta, hogy elfogadjam azt, hogyha az adott héten nem végzem el az összes feladatomat, nem haladok a célom felé, akkor sem dől össze a világ, hanem nyugodtan élvezhetem egy ilyen carpe diembe, maradhatok az életemmel, akkor is, hogyha éppen nem haladok olyan aktívan a céljaim felé, mint mondjuk az előző években. Végtére is én tűztem ki ezeket a célokat, tehát módosíthatok is rajta, úgyhogy két csoportba osztottam ezt az egészet. Így pedig újra terveztem. És ez a két csoport, amiben osztottam, volt, amiből biztosan nem engedtem, és volt, amiből megengedhettem. Amiből nem engedhettem, ilyen volt például az edzés, hogy heti 3-4 mindenféleképpen le kell mennem, azt nem szabad kihagyni, ugyanide tartozik a vállalkozásom fejlesztése, hogy a csapatomat koordináljam, hogy a legfontosabb ügyfelekkel tartsam a kapcsolatot. 2019 az a Carpe Diem éve volt, tehát ez azt jelentette, hogy a mindennapi boldogságomat akartam maximalizálni, és ebből nem is engedtem. Tehát azt mondtam, hogy minden nap azt fogom csinálni, amihez a legnagyobb kedvem van, ami boldoggá tesz, és az adott pillanatot szeretném a lehető legboldogabban megélni. Mindezt azért tettem, mert hogyha nem tudom azt átélni, hogy konstans van egy ilyen elégedettség, boldogságérzés az életemben, akkor viszont legyen az, hogy a mindennapomban megtalálom a boldogság pillanatát, és ez sikerült is. A hozzáállásomnak ez az apró megváltoztatása óriási pozitív eredményeket hozott. Amint lekerült a saját magam elvárásai által hozott ilyen túlzott, súlyosnak ítélt teher, onnantól kezdve rengeteg boldog pillanatot éltem el a tavalyi év során, amit tényleg semmiért sem cserélnék el. A dolgok, amiket elengedtem, pedig azt vettem észre, hogy egyszer csak elkezdtek szépen lassan újra beszivárogni az életembe, és ilyen volt tényleg a tavalyi év legjobb döntése, hogy meglett a kiskutyám Siriról, ugye vannak videók, ide kattintva megnézheted. Újra elkezdtem lelkesedni a projekteim iránt, jöttek utazási lehetőségek, sőt konferencia, előadási, együttműködési felkérések is, és ezek mind-mind egy ilyen feszült, negatív érzés nélkül jöttek, hogy úristen, most nem csinálom. És mindent, anélkül, hogy erőltettem volna, csak a pillanatban éltem, a pillanat boldogságát, carpe diemét éltem meg, és szépen lassan elkezdtek ezek visszacsorogni az életembe, és nagyon jól éreztem magam, így tudtam például a könyvemet is, ami ugye most jelenik meg, egy jó kedvel, pozitívan, produktívan megírni. Kvázi így küzdöttem fel magam egyre pozitívabb és pozitívabb szintekre, aminek eredményeként el is tudtam kezdeni cselekedni, ugye mindez, amit elmondtam ennek. Köszönhető. Most jönnek a lifehack-ek, viszont az már a szokásos setup-ból. Oké, lifehack-ek. Az első, hogy tervezd meg a napodat. Ez nagyon egyszerűen hangzik, de nyilván ebben vannak mélyebb dolgok is, úgyhogy adok is egyből két tippet.
Az egyik, hogyha mondjuk vannak hetente ismétlődő, vagy akár naponta ismétlődő feladataid, azt mindig ugyanabba az időbe csinál. Ugyanabba az időbe e-mailezzél, ugyanabba az időbe írd meg a blogposztodat, vagy készíts prezentációt, és ezzel, ha mondjuk minden szerdán délelőtt prezentációt készítesz, vagy kiajánlott készítesz egy ügyfélnek, akkor meg tudod azt oldani, hogy ahogy már kelsz fel szerdán és csinálod a napi rutinjaidat, már valahol benned van a fejed sarkába az, hogy igen, ezután nekem ez jön, hiszen mindig ezt csinálom szerdán. Ehhez következik egy másik, ami még inkább kondicionál, hogy ne csak ugyanabban az időpontban végezd a feladataidat, de ugyanazon a helyen is. Legyen meg a helye annak, hogy mondjuk hol írod a blogposztot, hol csinálod a prezentációt. Lehet, hogy mondjuk blogposztot nagyon kreatív írni egy kellemes kávézóba, egy specialty kávézóba, de mondjuk az ügyfél kiajánlókat, prezentációkat pedig az irodában, az asztalod előtt. De lehet ez a magánéletben is, hogy mondjuk szeretnél többet olvasni, és kialakítasz egy aranyos kis olvasókuckót, és akkor megvan az, hogy minden nap, vagy ugye minden héten, abban az időben, az adott helyen az adott feladatot csinálod. A következő tipp, hogy legyen minden nap egy, két, akár három órád, amikor egy dologra tudsz fókuszálni, vagy legalábbis arra a top 3 dologra, amit az adott napra meghatároztál, hogy ha azt elvégzed, akkor sikeres az adott nap. De ebben az 1-2 órában totál fókuszod legyen, nem szakíthat semmi közben, nincs az a telefon, amit felveszel, nincs e-mail, amire válaszolunk, nem nézzük meg a Facebookot, semmilyet nem csinálunk, hanem abban az 1-2 órában csak és egy dologra fókuszálunk, és nem zavarhat semmi. És nem győzöm eleget hangsúlyozni, hogy legyen ez az idő, amikor a legfontosabb feladataidat végzed el, nem foglalkozunk mással, hanem azt elvégezzük. És ehhez társulhat, amit már elmondtam egy vlogban és a könyvemben is, mondom, hogy a vlogra ide kattintva meg tudod nézni, ha azt a vlogot meg tudod nézni. A lényeg, hogy legyen egy jutalmazási rendszered, hogyha elvégzed az adott napi feladatodat, a legfontosabb feladatod, vagy 3 feladatod, akkor valamilyen apró kis ajándékot állíts be magadnak, hogy akkor nézhetem meg a Facebookot, akkor hívhatom fel azt a barátomat. Ha elmentem edzeni, akkor mehetek mondjuk sörözni utána a barátaimmal. Igenis, adj magadnak apró jutalmakat, alakíts ki egy ilyen jutalmazási rendszert. Ez amúgy a 6. vlogban van, ahogy mondtam, ide kattintva meg tudod nézni, valamint a könyvben a 3. fejezet, hogyha jól emlékszem, ha megveszed a könyvet, link a leírásban, akkor úgyis megtalálod benne. És hogyha már itt tartunk, egyet tudok mondani a videó végére, azaz pedig, hogy mantrázz magadnak, találj ki egy mantrát, ami nem engedi azt, hogy bármi más csinálj, és pontosan ez a kulcs szó, hogy csináld, 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 csináld. Hogyha nem mondtam volna még akkor, csináld, 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 ahogy azt is csináld, hogyha most találkoztunk először, hogy nyomj rá a feliratkozás gombra és mellette a csengőre is, ugyanis holnap is jövök tartalommal, gyere át Instagramra, oda is csináld, hogy feliratkozol, mert a könyv kapcsán most minden nap posztolok mindenféle cool tartalmat, és még amit csinálj, a like gomb alatt, amit be is kell nyomni, nézd meg a leírásban, ott van a könyv, megvásárolható, valamint ott vannak a linkek a képzéseimhez és az online képzéseimhez, én márka, illetve hatékonyságnövelés, iratkozz be, próbáld ki akár az ingyenes verziót, vagy fizess be és menjél all in. Egy szó, mint 100. Remélem, hogy még találkozunk. Köszönöm, hogy megnézted ezt a vlogot. Holnap arról lesz szó, hogy az apró dolgokra is érdemes odafigyelni. Remélem, találkozunk. Szia! Sziasztok!